1962 óta szállítja az utasokat a Muki névre keresztelt Pécsi Kisvasút az ország legrövidebb 570 méteres nyomvonalán. Bár az út nem túl hosszú, különleges élményt kínál a családoknak az utazás, a gyermekek pedig akár zászlót, irányító táblát ragadva próbálhatják ki, milyen is a vasutas hivatás. A gyermekvasútnak már a kezdetektől két megállója volt, amelyeket kanyargós erdei ösvény mellett futó sínpár kötött össze. A Dömörkapu állomásról nagyjából 5 perces menetidővel lehet eljutni az állatkert megállóhoz, azonban a rövid út számos izgalmat tartogat. Ezt is szeretnék megünnepelni idén augusztus 20-án, hiszen már 60 éve szeli át a mecseket a jármű. Említette az üzemeltető úr, hogy hát a kisvasút idén 60 éves, ezt mi magunktól nem tudtuk, vagy hát nyilván gyerekkoromban sokszor voltam a kisvasúton, nem tudtuk ezt a fontos dátumot, és említette az úr, hogy hát erre a jeles alkalomra nem igazán sikerül olyan támogatást szerezni neki, hogy egy kis ünnepséget szervezzenek, és arra gondoltunk, hogy akkor egy kis reklámot próbáljuk segíteni azt a kezdeményezést, hogy ez a 60 éves kerek évforduló, az meg legyen ünnepelve. Marcell ezután értesítette ismerőseit tervéről. Csináltunk egy Facebook eseményt, elég sok ismerősünk van a Facebookon, és arra gondoltam, hogy akkor ezzel próbálunk segíteni az úrnak, és hogy hát ezért csináltam ezt a kis eseményt. Több emberre számítottunk, de hát én abban bízom, hogy ez a rendezvény, vagy hát ugye ez az esemény, ez még azért augusztus 20-áig folyamatosan ismétlődhet. Tehát én abban bízom, hogy mindenki követi a példánkat, meg az itt jelenlévő emberek példáját, és akkor reméljük, hogy tényleg sikerül olyan érdemi támogatást összegyűjteni, ami tényleg felhasználható egy ilyen rendezvényre. Andróczy István, aki évek óta mozdonyvezető a kisvasúton, azt mondja, egyáltalán nem számított erre a meglepetésre. Meglepődtem, reggel itt sok ember megjelent, szokásosnál jóval többen, adományjegyet vásároltak, utaztak oda-vissza. Nem szóltak előre. Nagyon örülök neki. És remélem, hogy sikeres is lesz, és minél többen jönnek, és nagy bulit tudunk csapni augusztus 20-án. 60 éves ez a kisvasút, és 60 éve ezzel a három kocsival és ugyanezzel a mozdonnyal közlekedik itt. Elhasználódik a pálya, a kocsik, minden. Folyamatos javításra van szükség, állandó ügykölésre, hogy ez üzemeljen. Jó lenne egyszer egy nagy felújítás ráférni. Már országszerte elkezdődött, talán mi vagyunk az utolsók, amelyikhez még nem nyújt hozzá, nem jött nagyobb segítség, de már minden kisvasutat, vagy mozdonyt, vagy pályát, vagy mind a kettőt, de már elkezdték felújítani. István egyébként korábban mozdonyvezető volt, 2017-ig űzte ezt a hivatást. A nagyvasúton dolgoztam 44 évet, most 4 éve nyugdíjban vagyok már, de a vasút mellett is, és most is 32 éve csinálom ezt a kisvasutat. 32 éve itt jövök, megyek előre-hátra. Úgyhogy elmúltam 64 éves és 32 éve a kisvasuton, tehát mondhatom, hogy a fél életemet pontosan itt töltöttem el a kisvasuton. A kisvasútnál nyári táborokat is szerveznek a gyerekeknek. 3 turnusban rendezünk tábort. Nagy a túljelentkezés. Nagy igény van rá, jó érzik magukat itt a gyerekek. Ez a tábor úgy néz ki, hogy délelőtt 10 órakor kezdődik, 10 óra előtt följönnek ide a gyerekek. Délelőtt vasúti foglalkozások vannak, vonatot indítunk, menesztünk, beszélgetünk kisvasútról, nagyvasútról, utána megebédelünk, ebéd után pedig egy könnyű program, egy állatkertlátogatás, játék, kirándulás, séta. Az utolsó napunk pedig a szombati nap, az mindig kirándulással végződik. Vagy a Bükösre vonatozunk el az egyik tábor végén, a másik tábor végén a Gemenci kisvasútra, és egy bajai fürdéssel, a Sugovicai fürdéssel zárjuk. A harmadik tábor az még függőben van, hogy mi lesz. Ez a kettő közül valamelyik, vagy addigra elkészül az Alma melléki kisvasút, akkor lehet, hogy oda kirándulunk. Az 570 méteres nyomvonal különlegessége, hogy az országban a legrövidebb, de szerepe mégis fontos a parkerdő életében. A Pécsi Állatkert 2016-os újranyitását megelőzően a Pécsi Vidámparkot ugyan felszámolták, de az ott megmaradt tágas parkoló biztonságos és jó megoldást nyújt az állatkertbe autóval érkező vendégek számára is. Így a kisvonat összekötő szerepe a minden évben kiemelkedő vendégforgalom miatt talán fontosabb lehet, mint valaha.